Szervusztok! Folytatódik a SimCity sorozat, és a mai videóban szeretném kipróbálni azt, amit így egy korábbi részben mutattam, szerintem az egyel korábbiban, mégpedig azt, hogy a városkát így abszolút ilyen négy hálósra tervezem, és gyakorlatilag megpróbálok egy ilyen giga meg a populációt létrehozni. Reméljük sikerül. Na, és akkor lássunk is hozzá a feladathoz. Íme. Kis négyzethálók. A sorvezetőket használom. Egyébként hogy tetszett a kis katasztrófa videó? Remélem, hogy jól szórakoztatok rajta. Hát elég rendesen bealáztam azt a várost, tehát mit nem mondjak. De hát ez van. A nép szórakoztatásáért mindent. Na és akkor nézzük, hogy honnan fúj a szél. Na, mindjárt megjön a... Jó van, látom most már az épületeket. A szél pedig arról fúj, jó, akkor majd a szélére kell a gyárakat tenni. Ide meg szépen akkor épületek minden mennyiségben. Jó, és akkor mivel fogytán a pénz, ezért kicsit takarékosra veszem a figurát, kell áram. Hát először csak egy ilyen lightos szélerőmű, majd így ide. Víz is kell. Ó, arra már nincs pénz, semmi gond, majd mindjárt betelepülnek. Illetve veszek fel egy kölcsönt, hát azon nem újjon már. Elfogadom. Jó, pénz megvan. Azt így ide mellé. Remek! Ez is megvan. Jó, és akkor most felgyorsítom az időt, és megnézzük, hogy hogy sikerül a város benépesítése. Mondjuk hibát követtem el, mert lehet nem kellett volna egyből a legnagyobb épület sűrűségű úttal kezdenem, mert az ugye több pénz. Rájött volna lehet a kisebb, de hát akkor nem lenne meg a sorvezető jól. Na, úgyhogy amennyi pénzem van, azt szépen így el fogom most költeni. Ide, szép hosszan utat. Ide is. Meg ide is. És akkor semmi más teendő nincsen, mint hogy itt folytatólagosan építkezni. És így megcsinálni a kis cellácskákat. Jól van. Ó, és már megint elköltöttem az összes pénzt. Nem gond, jó sok ember beköltözik. Ide meg egy bolt negyedet rakok mindegyiknek. Jó is lesz. És akkor relatíva a boltok se lesznek távol tőlük. Aztán majd átépülnek szépen a régiók. Jól van, utat fejlesztünk. Mert nehogy már ez a kis tanyasi út maradjon, és megnézzük, hogy mit tud így a város. Felgyorsítom az utat. Hát ez most nem ilyen timelapse-es videó lesz, jó, mennyi villanyoztak. Gyakorlatilag ezek magasodnak most mindenfele. És már 700 plusz bevétel van, játékbarlang is elfogadásra került. Na nézzük, hogy tudnak-e hol dolgozni a szerencsétlenek. Munkanélküliek. Igen, ahogy épülnek szépen ott a kereskedelmi épületek, a munkanélküliség is csökken. Nem akarok ide most gyárakat építeni. Megnézzük, hogy így kibírják-e. Jó emberek. Jó, polgármesteri hivatal. Jó, az így ide jön. Szépen. Majd lehet ki kell hagyjak egy pár cellát.
látogatóba érkezik a szomszéd város polgármestere. Vajon ki lehet az? Csak nem én. Na és már 1000 ember lakik itt. Szép, szép. Nagyon szép. Hova lett a jó kis sorvezető? Elfogyott a pénz. Ajjaj. Még embereket ide. Ó, a munkanélküliség nő. Nem gond, építünk ide sportolási lehetőségeket. Azt szeretik a népek. Oda egy teniszpálya. Ide egy röplabdapálya. Vagy ez kosárpálya volt? Mindegy, csinálok még egy teniszpályát ide. Jól van. Több mérdek sportolási lehetőséget kínál a városka. És akkor ide betelepül pár módosabb szim is. Gyűl a pénz. Gyűlik. Elnézést, nem tudok már beszélni se. Jó, és csináljunk nekik egy templomot. Hogy még boldogabbak legyenek. Legyen ilyen keleties. Ide szépen. Nézzétek, milyen boldog lett hirtelen mindenki. Van egy ilyen pagoda. Mi ez? Imáz a keleti templom. Na, remek. Három van, minden van, tartja a mondás. Na, itt mi a probléma? Jaj, a tüntetők! Csökkentsük a szennyezést. Megcsinálom, mit szeretné. Csökkentsük a légszennyezést. Jó, és mégis mivel szennyezem szerinted itt a levegőt? Mert erre fújja a füstöt a másik városkából. Ott a szomszéd városka, a timelapse-es városkám. Teljesen jó. Mentőautók mindenütt segítenek. Nagyszerű. És vessünk egy pillantást arra, hogy a házak hogyan fejlődnek. Jó van, szép, szép, szép. Közben megint összegyűlt némi pénzmag. Jó, adjunk el szennyvizet a másik városnak. Jó, és már megy is a trágyalé a szomszédba. Remélhetőleg ez így most be fog válni. Na nézzük csak. Ja, és szivattyúzzák el a szennyvizet a szomszéd városba. Remek. Jó, akkor nincs más hátra, mint tovább terjeszkedni. Sorvezetőket felhasználva. Itt az utakat is felfejlesztem. Szuper! Jó, és éjszakon is. Kicsit még felhúzzuk. Jó, ott pár épületet be kellett áldoznom, de semmi gond. Jaj, és használhatnám az útemelési képességemet is, ha már itt tartunk. Na majd mindjárt. Csinálunk valami spécit. De egyelőre most maradok ennél a négyzetrácsos elrendezésnél, aztán majd meglátjuk, hogy mit sikerül alkotni belőle. Meg vissza kéne fizetnem a tartozást is. Kórház az kell. Jó, arra hajlandó vagyok még egy kölcsönt felvenni. B-kötvény. Király. Jó, akkor leteszünk ide egy kórházat. Ezt a városházat úgyse kell már nagyon továbbfejleszteni. Jó, szerintem ide rakjuk a kórházat. Ide a térkép szélére, és akkor ez így el fogja tudni látni az itteni szímeket.
Nézzük csak így a... Igen, már is boldogabbak mindannyian. Öröm. Az imaház is boldogabbá teszi őket. Itt a kereskedelmi épületek elkölthetik a nehezen szerzett pénzt, és itt pedig mehetnek dolgozni a szomszédos városba, ahol úgyis munkaerőhiány van. Nézzük itt, hogy állnak. Munkanélküli betöltendő állások. Jól van, nem gond. Na, terjeszkedjünk tovább. Közben itt fúrnak a szomszédba, vagy így kopácsolnak. Nem tudom mit és miért, de rohadtul idegesítő. Na. Megérkezhetne már a pénz. Utaljatok, gyerekek, utaljatok! Az a kórház jól lecsökkentette a bevételeimet. Plusz ugye a másik kölcsön az is egy pár százassal lecsökkentette a büdzsét. A kontrollt lenyomva pedig így körbe telepíthetjük az egészet. Jaj, nincs elég szimuleonom, szörnyű. Nem gond, jönnek újra a szívek, beköltöznek kis bungalókba. Arra meg már nincs pénz. Botrány! Nem gond. Közben szépen növekszik a bevétel. És erre sincs pénz. Jaj! Na majd a következő órában úgyis mindjárt fizetés. Erről van szó. 1200-ba kerül egy ilyen kicsi útszakasz. Az kemény. Jó, és most gyakorlatilag csak az időt kell kivárnunk, hogy a házak szép lassan tovább fejlődjenek. Hát látjátok, már mindjárt zöldben van a nagy részük. Illetve itt-ottam ott elszórok még egy-két kereskedelmi épületet. Hagy örüljenek a szímek a túlvégen is. Ja, és akkor ez jó lesz, ez a hármas elrendezés, hogy három rezidens, egy kereskedelmi, három rezidens, egy kereskedelmi, és akkor így körbe lesznek véve. És akkor ez egy nagyon szabályos kis város lesz. Mérnöki pontossággal. Majd áramot is lehet a szomszédból fogok venni. Na mi az? Megállt az áramtermelés? Ja. Szerintem áramot is a szomszédvárosból veszek akkor. Ú, de gyorsan kellene, mert hogyha nincs áram, akkor kicsit mérgesek lesznek a szímek. Jó, és már érkezik az áram. Helyes. Mi az ott? Óránkénti áramfogyasztás, óránkénti áramtermelés. Jó, azért van kapacitás. Nagyon jó. Jó, megjött az áram. Remek, akkor van áramunk is. A pagodát meg kivilágították éjszaka, tök jól néz ki. Áramot vásárolok saját magamtól. Ez olyan jó. Gazdasági fellendülés. Itt meg a gazdag negyed. Miért tüntetnek a légszennyezés ellen? Na ezt most már megnézem magamnak. Hol van itt légszennyezés? Nulla. Azaz nulla. Semmi. Fene se érti ezt.
Szerintem búvos, szokásos tüntető hadjárat. Mert csak nincsenek még felkészülve ezekre a sűrű utakra. Na, itt ott már megindult az autóforgalom is. Reggeli csúcsforgalom. Jaj, közben folytatom az építkezést, nehogy már. Ezt árulja már el nekem valaki, hogy oda miért kezdtek el építkezni kereskedelmi épületeket. Érthetetlen, ez is egy újfajta bug. Értem, hogy került ez bele a játékba. Így random a gép gondol egyet, és akkor így helyettünk építkezik. Jól van, gyertek csak szímek, gyertek! Ops, innen hiányzik, meg minden is, jól van! Na nézzük csak, hogy mire van szüksége az embereknek. Munkanélküliség, jaj! Jó, hát akkor folytassuk az építkezést. Tovább az út. Ó, elfogyott a pénz. Jól van, akkor... Itt is, meg még, jaj, már megint elfogyott a pénz. Jól van, jön a fizetés, helyes. Nagyon jó. Akkor ide még kereskedelmi épületek. Ide pedig lakóépületek. És amint a kereskedelmi épületek tovább fejlődnek, lesz lehetőség új munkahelyeket teremteni. Ez olyan jól működik itt a SimCity-ben. Bárcsak a valóságban is ilyen egyszerű lenne új munkahelyeket teremteni. Felhúzunk pár épületet, és lesz rá igény. Jönnek a vállalkozások, a cégek. Vásárolunk, jól van. Na, egyre pofásabb. És 3100 lakosnál tartunk. Szépen terjeszkedek tovább. Ó, jaj, pont kifogytam a pénzből. Meg kell várjam a következő fizut, ami most már jön, megjön. Jó, meg is jött. Pont nem elég. Jó, semmi probléma. Mindjárt a következő adag. És így gyakorlatilag kockáról kockára építem fel a várost. Kereskedelmi épületek is vannak. És ugye a szímek tudnak vásárolni, shoppingolni. És már 1200 szimóleon keresek óránként. Nagyon jó. És ott pont nem fér ki. Nem baj. Itt is benépesítjük. Nem úgy van az. Itt lesz egy ilyen képviselő negyed. Ide még beteszek majd tűzoltóságot, meg rendőrséget. Tényleg azt is... Na, összespóroljuk rá mindjárt. Szerintem akkor tovább is fognak fejlődni a házak, hogyha azt összehozom. Sikerült tető alá hoznom. Kukások még nincsenek, de azokat is majdnem sokára beüzemelem. Jó, van, és már 4000 lakos. Szuper! Ó, és itt fognak középen hamarosan tovább fejlődni a házak. Szerintem egy vagy két nap, ami így kb. Egy olyan 2-3 perc játékidő, legalábbis remélem. Dől a pénz. Na, jól van.
Áram az megvan, víz is van, szennyvizet elvezetjük. Akkor a másik városba kell még egy kicsit felfejlesztenem az infrastruktúrát, hogy el tudjam látni ezt a várost, de még pici, úgyhogy nincsen probléma. 4177 lelket számlálunk egészen pontosan. Ó, az ott, ja nem, ez csak egy házikó. Szerintem nem sokára elég pénzem lesz, hogy visszafizessek egy kölcsönt. És akkor az azt jelenti, hogy tovább növekszik majd a bevétel. Egy-két óra, és vissza tudom fizetni. ...15770. Jó, következő óra is eltelt. 14 000, na még egy óra is vissza tudom fizetni az egész kölcsönt. Hát egy olyan 100 valamennyit vonnak így óránként. Jó, ezt vissza is fizetem. Hű, hú, jaj de jó, szomszédvárosból jött a tűzoltó. Na, megúsztuk a beégést. Ó, itt némi forgalom a stráda felé. Ilyen itt problémák lesznek. Hát nem baj, itt még bedugulhat. Sok vizet nem fog zavarni. És nem növekedett a népesség. Viszont csak a munkanélküli. Jó, ezen könnyen segíthetünk. Ide telepítek egy-két ipari vagy kereskedelmi épületet. Ez ide is. Ó! Lakótömbök megjelentek, hölgyeim és uraim, és az első nagyobb vegyesboltok is. Úgy elkezdődött a népességrobbanás. Na, járjunk itt körbe szépen a városkán, ugye forgatagban. Hát egyelőre elég falusias a hangulat. És már téglaház épül. Ilyen nagy, hosszú sugárutak vannak a városban. Mellettünk a fagyizó falra. Újabb lakótömb. Hát egyelőre még elég telepi a hangulat, ha lehet úgy fogalmazni. De hát már nem sok kell, hogy így nagy várossá avanzsáljunk majd elő. Hopp hopp, mi történt? Egy olyan hely, ahol spirituális... Jó, később. Már kaptatok egy templomot amúgy is. Egy ilyen buddhista szentélyt. Na lássuk csak! Munkanélküli. Növekszik a munkanélküliség, ajjajjaj. Jó, amint az a boltocska itt elkészül, reméljük, hogy ez le fog csökkenni. 359-en állunk jelenleg. 343. Viszont egyre több fehér gallérvas második gazdagsági rétegbe kell, élő szím kellene majd. Húj, itt mindjárt epikus munkanélküliség lesz, ha ezek itt felépülnek. Jó, azért a kereskedelmi épületeket sem kell félteni, és ha most sem követik a lakónegyedet. Lila köd mozi. Több turistára van szükség, de hallottátok, mi az zene ment ott? Inexpensive theater, az egy nagyon olcsó. És így megy a mozifilm a rákat, mint ott nagyon kemény. Az oltóság. Mennyibe fáj ez nekem. Jó, legyen itt egy tűzoltóság.
Ó, kaptok egy csengőt is, hogy a riasztásokhoz hamar ki tudjatok menni. Ujjaj, ott ég valami. Baj van, Houston. Ó, pedig ez majdnem tovább fejlődött volna. Jó, csak tovább, mert terjedjen a tűz. Jó, hát ebből a házikóból ropogós lesz. Ropogós, frissen sült. Hol vannak a tűzoltók? Gyerünk, tűzoltók, gyerünk, gyerünk! Jól van, hát ebből ropogós lett. Frissen sült házat valaki. Ja, közben tovább fejleszthetem a polgármester hivatalt. Na, erre még elkotogodnak innen. Tüntet. De miért tüntet? Tárgyal a tüntetőkkel. Tüntet, tárgyal a tüntetőkkel. Védi az épületet. Nagyon helyes. Védeni kell. Na, mi történik itt? Mit szólna egy fogadáshoz? 5200 szimóla, jól hangzik. Ha sikerül a követőknek 3600 szimet a parkba csalogatni, akkor magáé, megcsináljuk. Miért is ne, természet. Csinálok ide egy nagy parkot. Jó, és tovább is fejlődik, nagyon jó. Ide is rakok egy nagy parkot. Jól van. És akkor az úthálózatot is fejlesztjük. Jó. Oké, hol a sorvezető? Á, megvagy. Mi az, hogy nincs elég pénz? Na gyorsan pénzt ide. De izibe. Na. Nem mindig jelennek meg valamiért. Jaj, ti mit szeretnétek? Nincs munkahely. Hát nem is lesz, pocsika. Menj a boltba dolgozni. Ó. Túl sok a páciens. Jó, hát ezt is orvosolni kell mi hamarabb. És már 6000-re növekedett a városka lélekszáma. Amint felfejlődik a többi épület is. Meg lesz oldva a probléma. Itt is hamarosan fejlődni fognak, és akkor lesz sok középosztálybeli szim. Legalábbis bízom benne. Nézzük csak. Igen, jó, sok szórakozási lehetőség. Hiányzik a tanulás. Jaj, a szívem szakad meg. Mindjárt. Lehet kellene még egy váró. 12 000? Ajj. Jó, hát erre még várni kell 1-2 órát. Hú, hogy füstölös a kémény. Nézzük csak itt meg. De jó, és van ilyen kis pavilonjuk. Nagyon kemény, meg garázs, játszótér. Viszont jó. Jó, szemetest is fel kéne húzni. Ja, ott már jelzik is, hogy kuka kell. Több kukát a népnek. Jó, hát akkor itt egyelőre elkanyarintok ide egy kis szegmenst, és akkor ide jön majd a szemetes. 9000 ér. Oké, itt egy ilyen kis oldalkanyar.
most jöhet a szemetes. Szedjetek szemetet, gyerekek. Ott lesz a szeméttelep. Jó, hát ez már megint elvitt egy rakat pénzt. Közben épülnek hát megint a házak. 550, 505 munkanélküli van, ajjajjaj. Viszont van 151 betöltése váló állás, de elsősorban a középosztálybelieknek. Megjöttek a kukások, helyes, akkor nyomás szemetet szedni. Jajj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 
jól lesz, jó messze. Egyébként, ha megfigyeltek a tornádót, időként egy lámát látni. Ott esik a láma. Nézzétek csak a törmelékeket, egy láma is repked időnként benne valahol. A Maxisnál mindig szeretik a lámákat. Nagy láma barátok. Na, látunk lámát? Nem. Egyelőre nem. Én nem látok lámát, ti igen? Jól van, legalább a város szélén van a tornádó. Nézzük csak ezt így meg a város szemszögéből. Nézd, anyu! Furcsa füst! Az kislányom nem füst, hanem egy tornádó! Fedezék be! Ó, és ezek a szirénák nagyon kemény. Jó sokáig tart a tornádó. Felgyorsítjuk az időt. Jó, elvonult a tornádó. Töltsér az felszívódik. Vége. És mintha nem is lett volna. Pácska. Az új lakópark épül. Végre. Közben új kereskedelmi épületek is helyet kapnak végre a városban. Nem tudok több beteget fogadni. Jó, ez ellen tenni kell. Pár forintnak lenni kell. Jó, 9, 25, 19, 22. Jól van, minden beteget ellátunk. Remek. Szemétgyűjtés is zajlik nagy erőkkel. Két szemetes autó betakarítja a kukákat. Nézzük csak. 1,3 tonna az ötből jár házról házra. És itt látszódik, hogy egyre több szemetet gyűjtenek össze. Összesen 765 tonnából 462-t, 478-at szedtek össze. Szép. Na, és elkészült az új ház. Pofás. Tüntetők zaja a háttérben. Ó, és ott is épül valami jóság. Ó, kéne rendőrség, ha jól látom. És egyre több a munkanélküli. Ajjaj. Valamit ki kell majd találni. Ha csak nem akarnak átjárni a szomszédvárosba. Micsoda gyülekezet. Nagyon jó. Használják az imaházat. Micsoda turisztikai látványosság lett. Oh-oh, tűz van. Ahó, tűz voltok, tűz van. Nem akartok kivonulni? Na végre aktivizálják magukat. Most, hogy ott leég két ház is. Döbbenet. Itt a gáz töltőállomás mellett gyulladt. Vagy érkeznek az újabb szímek.
itt pár ház leégett sajnos. Ugye itt épületek, ó, ezeket megszüntetjük. Ó, és épül az újabb kis lakónegyed. És kíváncsi ezek, hogy hamarosan a végéhez közeledik a videó, de elérjük-e még a következő percben a 10 000 lakost? Tök jó lenne. De nézzük csak. Ó, itt is nem sokára népességrobbanásnak nézünk elébe. 9400, 9492 lakos. És pillanatokon belül meg lesz a 10 000. Költözzenek be. És meg is van a 10 000. Ezt megünnepelendő pedig lerakom a kis házikómat ide a tűzoltóság mögé. Na, vagy nem, ide. Polgármesteri rezidenciával szemközt. Nagy az öröm, nagy az öröm. Jó, és szerintem én ezzel a képpel búcsúzom. Úgyhogy úgy tűnik működőképes ez a négyzetrácsos technika is. Viszont ha fejlettebb, gazdagabb szímeket szeretnénk bevonzani, akkor jóval több problémánk lesz így a városkával. Ugye a gazdagabb szímeknek nagyobbak az igényei is, de ha csak ilyen szegény proli negyedeket akarunk létrehozni sok-sok sorházzal, akkor ez így már működőképes. Végig megyek még itt a sugárúton. Szép téglaépítésű házikók, mindenki maromi boldog. Itt vannak a kis telepesek. Én pedig megköszönöm a figyelmet, remélem jól szórakoztatok, és találkozunk majd egy következő SimCity videóban. Sziasztok!